Na, itt hagytuk abba az előző epizód végén az égi Éden pályán. Jöhet a következő, az Aztik Aréna. Azt nem is értem, hogy miért magyar, de tényleg. Ez meg a krémes kanyon. Ez szuper cuki. Nyomjuk ezt. Krémes kanyon. Na de várjál, itt van valami negyedik jel is. Az valami rejtett, ott a három puzzle mögött volt egy ilyen kis habcsókjel. Hát azt sajnálom, hogy az előző pálya végén nem sikerült felfognom, hogy ezt ki kéne lőnöm magam, hogy bónuszt kapjak azokból a ládákból, de hát most sem mindegy. Remélem azért ez nem feltétlenül szükséges a boldoguláshoz. Itt szaladunk a tejszínhabba, vagy a krémben. Aha, ez nem elég csak úgy. Aha, ezt tudom használni dobbantónak, az jó. Aha, csak kicsit rossz helyen áll. Igen, mert itt most nincs ez a... Jajajaj! Itt nincs ez a lufim. Egy csomó cukorka! Ez most itt micsoda? Hát ez... Fotóállvány, vagy mi? Nem tudom, ennek mi értelme van. Jaj! Hát, tudjak már ráugrani, most ezt miért nem tudom megcsinálni, mint az előbb? Mindegy. De akkor nem ráugrottam? Így átvágtam, vagy mi? Na mindegy. Itt térdig gázolunk a cukorszórásban. Ott van fönt egy cuki. Megvan egy. Azt nem tudom, hogyha nem sorrendbe szedném össze, akkor azt jeleznie. Tehát, hogy mondjuk egyet kihagytam, és akkor nem az első helyre teszi, hanem hátrébb. Ezt nagyon így beleverjük a kamerába a cukorszórást. Jó, hát szerintem azzal nem tudok semmit kezdeni, úgyhogy el. Ezek a kis rohadékok bántották a hóemberkét. Na várja, itt is van egy kábel. Hú, megvan az első puzzle darab. De meggondolom, le kéne mennem, vagy be kéne... Lehet, hogy ez kéne... Ja, igen, elég egyértelmű, úgy tudok tovább menni, hogy ez ide beesik. Hogy is ütöttem meg? Így, csak... Na, mindig jó lesz az így is kb. Checkpoint. Igen, és itt aki ott röpköd. Jaj, valami UFO elrabolt egy szegény ki. Az itt jelzi diszkréten, hogy ide ne essek be. Ez nem tesz jót az egészségemnek. Mennyien támadnak kis a rohadékok. Ez nagyon jó, ez a habcsók pálya. Na jó, de aki itt elrepült az UFO-val, azzal mi lesz? Még mindig viszi. Add már ide a haveromat. Nem, ez itt. Nem sikerül odáig elugranom. Nagyon kín van a szélén ez sajnos. Mondjuk most nem is rossz, csak jó, kell felugranom. Aha, igen, kihagyja. Tehát most látható, hogy egyet kihagytam, vissza kell mennem. Ez most a hármas volt, és a kettes az kimaradt. Valahol egy manó. Mondjuk ott mozog a fal. Jaj, 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 hogy ez bezáródik. A fenébe. Igen, hát szóval a kérdés, hogy akkor hol van az a második manó? Ott lent esetleg. Wow, itt meg korizok. Aha, és itt, aha, itt van. Reméljük a második. Igen, na, szuper. Ez vagány volt ez a korizás. Aha, visszafelé egy pénz. Azt szeretjük. Meg egy gonosz. Azt nem szeretjük. Jó, van, szupi!
Manót nem hagyunk hátra. Hát ez kicsit messze sikerült. Arrébb tudom tenni, tök jó. Na. Úgy, de ügyesen ugrok. Kérdés, hogy a checkpoint az upgrade-eli ezt az állapotomat, de feltételezem nem. A következő checkpointnál jegyzi csak meg, gondolom, hogy ez a Manó nekem megvan. Ja, hogy itt is így korizik cirka, nem? Hú, lenne nem ilyen kilométerrel arrébb tenni ezt a... Nem előrébb. Aha, ott fönt is van egy puzzle darab. Ahogy észreveszem. Jó, ne es le. Na. Á, messze van ez. Főleg a bénán ugrok. Ez az. Hú, ez van egy jégfóka. Hát ezzel nem tudok semmit kezdeni, elvileg. Checkpoint. Ezt lehet, hogy szét kellett volna rúgni a labdával. Jajajaj. Vagy nem, lehet, hogy az kell, hogy ez fejelje szét nekem. Gyere, fejelj szét. Nem, ennek a popóját kell meghúzni. Ó, az se baj, ha szétfejeli, csak nem kéne leesnem. De a popójából kiálltak kábeldarabok. Gyere, majom! Jaj, és oda kell hajítani! Hát, ez nagyon funny! Jaj, támad az angol, támad az angol! Ja, hogy még egyszer eldobhatom. Jó, mert hogy ez nem tűnt el. Azt hittem, hogy ennek annyi. Igen, és akkor megint eldobhatom. Jó, mert ott van még egy jégdarab? Jó, ledobtuk a francba. Jó lesz az ott neki. Igen, és most ott hogy megyek át? Ez kitöri nekem, szuper. Meg még egyben platform is, hogy felugorjak. Aha, itt tiszta jég minden, és ó, egy kicsit flipperezünk. Itt nem lehet megállni. Végülis nem követnek sokan, az a szerencse. Srácok, csapjátok már le ezeket a manókat. Ez az. Itt ide szétzúzunk. Ott egy puzzle darab is. Igen, csak ezeket én nem tudom szétzúzni, tehát ezt valahogy a... Valahogy a izékkel kell. Ezekkel a... lényekkel. Hát nem tudom, hogy tudom ezt ide kiütni, hogy erre a pecekre rá kéne ugrani. Hát jó kérdés, ha mindjárt kitaláljuk. Hát pedig egész biztos, hogy itt valahogy tovább kell jutni. Itt lent van valami. Wow! Kivágtam magamnak egy lyukat. Jaj, szegény, itt fázik. És még ilyen karcolást is, hogy a jégen a... Hát igen, szóval ezzel kéne azt ott fönt is kiütni. Hú, most már három van. Egyébként ezek engem eltalálnak, az nekem fáj. Törjétek ki ezt a maradékot is, légy szíves. Szegény, hogy nyikorog, hogy fáj. Na, ja, itt is egy manócska. Na, ez hányos. Megint kihagytunk egyet, jó van. Rejtélyes ninja. Nagyon jó nevüket is kéne figyelni, mert vicces neveik vannak. Igen, hát feltételezem, amit kihagytam, az meg ott lenne a jégfalon túl, arra talán... Ja, ott is szenved fönt, aha. Látható is innen. Ja, de itt van egy csúszka fölfelé. Hát ezt miért nem vettem észre eddig? Hát itt simán föl kéne ütnem. Na. Az út jó is, menj oda föl. Ez az. Ez kicsoda.
Vagy nincs mindegyiknek neve? Az előbb, mint halett volna neve. Rejtélyes ninjának. Jó, hát egészen jók vagyunk. Na, gyere, öreg, meg föl kell ugranom. Úgy, törd is át. Ja, hogy ez közben leesett. Jönnek a golyók. Itt is egy goni. Jó, ennek a popóját kell megint meghúzni. Hát ezt nem jó dobtam el. Hányan vagytok? Szétütöm mindenkinek az arcát. És akkor most mi van, azt eldobtam rossz helyre és végem van? Nem, visszajön. És őrült malac. Hát de... Én nem feltétlenül ezt akartam. Ja, hogy nem, hogy jégfalat kellett. Aha, azt hittem, hogy jeget kell, de nem. Itt egy manó. De még ez hiány... Nem, még mindig hiányzik egy. A negyedik, az nem figyeltem, nem a negyedik volt az előbb. Akkor nagyon csúnyán vissza kell menni. Az hol lehet? Na, talán erre. Itt van egy kábel. Hát ezek egyelőre csak gonoszok. Aha, lehet, hogyha megpróbálom esetleg ezzel azt a... Odáig el tudok dobni? Nem, ez kinyírt. Megpróbálom ledobni azt a... Ezt a jég... ...izét... ...fókát. Nem, itt nem tudom levinni. Nem feltétlenül baj, ha ellátok odáig. Így se tudok lemenni, nem? Aha, igen, igen, azért az ott mutat oda. Na? Hát eznek muszáj lenne az lennie, hát ez eléggé rejtett cuccnak tűnik. Nem, semmi. Hát megőrülök. De, talán még lehet. Ó, diszkó gem. Disznó diszkó. Mi ez alma? Digitális alma. Ez most micsoda? Hey. Ja nem, ez valami egyéb, valami vortex. Lux vortex. Ez valami titkos kijárat, vagy mi? De ez nem örülök, nincs meg a negyedik manó, és most így jöttem ki a pályára. Ojjaj! Titkos dimenzió. Elveszett Galaxis. Hát ennek nagyon örülök. Jó, hát majd innen fogjuk folytatni, csak még szeretném az előzőt kimaxolni. Úgyhogy mondjuk visszamennék. Volna jönnöm. Hogy most már elkezdjük bele visszatölteni a cuccokat? Vagy mi? Lehet, hogy most kezd magához térni, egy pár manót már beraktunk. Aha, így visszaszállíthatom a manókat. Hát ez most nem volt tervem, de... Megmentetted az első robotod, még sokan vannak, szóval az unok utasod minden. Jó, hát ez fog történni, nem terveztem ide jönni. Aha, a puzzle darabokat is gyűjtögetjük. Ez micsoda? Aha, aha, hogy így tudjuk ezt javítgatni, hogy... Ja, mert a kutya beszorult, és most ez a két manó fölemeli. Én vagyok a harmadik. Wow, itt is egy puzzle darab. Hát ezt nem tudtam, hogy itt ezen a becsapódási helyen is vannak ilyen feladatok. Jó, hát menjünk vissza és arra a bolygóra próbáljunk meg koncentrálni, ahol jelenleg tartok.
itt most az valami 200 pénzért szétütöttem egy ilyen cuccot. Ami nem pontosan értem, hogy micsoda. Ez valami bónusz vásárolható? Itt jelzi azt hiszem ezeket, akit már fölvettem korábban. Itt visszajöttem ugye a pályára, és a pálya elején volt egy ilyen bónusz valami. És akkor repül fölöttem egy ilyen pingvinszerűség. Igen, ezeket ilyen halványjal jelzi, hogy ezek már kész vannak. Én nem tudom, lehet, hogy ez a rejtett cuccot fogja jelölni talán ez a mono, és akkor ezt így pénzért megvásárolhatjuk, hogy könnyebb legyen az élet? Hát az is lehet, majd kiderül. Az mondjuk nem feltétlenül hátrány, mert akkor nem tart olyan vészesen sokáig a játék, ha valamit nem találunk, akkor ebbe tud segíteni, majd mindjárt kiderül. Amit az előbb nem vettem észre, itt volt egy jéghegy, jajajaj, ahol itt száguldozik ez a dagi, és itt van egy csillag a földön. Az nem tudom, mit kell csinálni, de az előbb ezt nem vettem észre. Tehát itt nem véletlenül volt egy jéghegy, csak azért, hogy ott eltakarja ezt a cuccot, úgyhogy ezt lezuzzantjuk, ezt eldobjuk a fenébe, és ezzel itt mit tudunk csinálni. Itt beássuk magunkat a habcsókba. Ja, és tényleg jelzi a villog. Aha, akkor ez ennyi lesz. Ezt akkor figyelni kell erre nekem. Ugye erre fölöslegesen ne költsek el 200. Aha, jelez, mint az állat. Ez marha jó. Tehát igazából egy kis segítség vásárolható pénzért, hogyha az ember nem találja valahol a rejtett cuccot. Ugye egyszer megcsinálod a pályát, akkor nem volt még ott az elején ez a madárka, de itt a második alkalommal bejössz a pályára, akkor 200 pénzért meg tudod venni, és akkor már mutatja neked a rejtett cuccokat. Ez szerintem azért mondjuk tök hasznos. Nem feltétlenül muszáj vele élni, tehát nyilván aki spílerésű ilyenekkel nem él, és ő meg akarja keresni, ez meg tudja keresni magának, de van ilyen könnyítési lehetőség, ez jó pofa dolog. Ez szerintem teljesen jó, mert ilyen kisebbeknek is élvezetes lehet ez a játék, tehát nem olyan nehéz, viszont szerintem teljesen szórakoztató, úgyhogy akár felnőtteknek is javasolt lehet. Na jó, de most elvileg megvan minden, úgyhogy még egyszer nem akarok fölvenni egy csomó cuccot, most már szerintem haladhattunk a cél felé. Hát abban a szempontból végül is jó, hogy az előbb is bejöttem, meg most is, mert ugye az a dimenziókapu úgyis ki kellett, hogy nyíljon, és meg kellett, hogy találjuk, úgyhogy lényegében nem baj, hogy kétszer bejöttem, mert mindenképp kétszerbe kellett volna jönni, mert nem a fő bejáraton mentünk ki az előbb. Na persze, dobjam már mellette, egy ilyen milliméterre itt volt a jégfal, én meg ügyesen eldobom mellette. Na, köbb vissza a disznó. Jó, most innen csak eltalálom. Ja nem, túl közel vagyok. Aha, mert abba az izébe kell dobni, nem a jégbe, megint elfelejtettem. Messzebbről kell dobnom. Jaj! Aj, de hülye vagyok! Ez az. Igen, és akkor itt ugye nem mentem tovább, mert aztán elmentem valami dimenzió kapu felé, az már nem tudom hol volt, de most erre jövünk. Jaj, akkor ez csak egy sima befejezés. Na, szuper, tehát ez volt a második világ, habcsók világ, megvan a 7 manó, elvileg mind a 3 puzzle darab is. Ja igen, és amit az előbb nem sikerült most, akkor... Aha, azt hittem, hogy ha elengedem, akkor lövi ki. Hát ez soha nem fog sikerülni. Jó, hát bónuszokat egyelőre nem túlzottan tudok szerezni, de az első két terep akkor kész van. Visszadobáljuk a manókat az alapbázisra. Jó, hát akkor Azték... Mi volt ez? Azték Aréna lesz a következő.